Első lépésként a felső menüsorban az opciókon belül klikkeljünk a terv opciói általános adatokra. Az általános adatokon belül a jelzéskészletnél válasszuk ki a Q-t és T-t a hőmennyiség, illetve a hőmérséklet jelöléséhez. Az OK gombra klikkelve lépjünk ki a beállításokból. A helyiségek meghatározásához térjünk át az építész fóliára. Az elemek eszköztárban klikkeljünk a helyiség ikonra. Kapcsoljuk be az autófunkciót, hogy a csatlakozó éleket, a helyiségek sarokpontjait a program felismerje. A bal gombbal klikkeljünk a helyiség egyik sarokpontjára, majd sorban haladva minden egyes sarokpontnál és iránytörésnél klikkeljünk egyet. Az utolsó sarokpontnál a bal klik után a jobb gombbal fejezzük be a helyiség meghatározását. A helyiség címke automatikusan megjelenik. A címkére klikkelve lehet a helyiséget kijelölni, és a bal gomb nyomva tartásával a címkét mozgatni. Új helyiség létrehozásához ismét klikkeljünk a helyiség ikonra, de a több helyiséget szeretnénk egymás után meghatározni, hasznos, a parancs nyomvatartása után bekapcsoljuk az ismétlés funkciót. Miután az összes helyiséget meghatároztuk, jobb klikkeléssel lépjünk ki a parancsból és kapcsoljuk ki az ismétlés funkciót. Ha egy sarokpont pontatlanul lett elhelyezve, a sarokpontra klikkelve és nyomva tartva tudjuk a sarokpontot a helyre mozgatni. A helyiségek adatainak szerkesztéséhez jelenítsük meg az adatok táblázatát, amelyben bármely kijelölt elemmel, ez esetben a helyiségekkel kapcsolatos összes adat megtalálható. Klikkeljünk ennek a 20 fokos helyiségnek a címkéjére. A helyiségek számozását ebbe a mezőbe írhatjuk be. Például legyen ez a helyiség a 003-as, és nyomjunk Entert. Ide írhatjuk be a helyiségek nevét, vagy válasszuk ki a legördülő listából. Legyen ez a fürdőszoba. Kiválasztva a fürdőszobát, a Silvest Row a belső hőmérsékletet automatikusan 20 fokról 24 fokra változtatta a szabvány alapján. Ebbe a mezőbe tudjuk beírni a helyiség hőszükségletét, ha nem a Silvest Row elmoduljával határoztuk meg, hanem más tervező programmal. Például ennek a helyiségnek a hőszükségletét állítsuk 900 wattra. A sugárzó fűtés részesedésnél azt tudjuk beállítani, hogy a helyiség hőszükségletét hány százalékban szeretnénk sugárzó fűtéssel fedezni, de az alatta lévő mezőbe ezt szétésszerűen is beírhatjuk. A rad részesedés mezőbe pedig a radiátoros fűtés részesedését állíthatjuk be. A következő lépésben állítsuk be az összes helyiség ezen adatait. Az előszoba a 001-es helyiség, amelynek hőszükséglete 340 watt. A közlekedő a 002-es, hőszükséglete 1440 watt. Ez a szoba a 004-es, 1200 watt. Egyik sarokszoba 005. 1650 watt, másik sarokszoba 007, 2050 watt, végül a harmadik sarokszoba a 006-os, 720 watt hőszükséglettel.